Szevasztok, jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, jó reggelt! Láttam, hogy megint jó sokan vagytok. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek! Boldog csütörtököt? Csütörtök van? Mm-hmm. Na, remek, remek. Ó, látom, hogy mindenkinek van a leges-leges legjobb reggele, de... de szevasztok! Rozd, már hallod, már napok óta meg vagy áldva ezzel a 666. streammel. Szerintem minden nap a 666. happy hour van. Meg kell zavarodni. Szevasztok, üdv mindenkinek. Boldog annak, aki már nem dolgozik, ez igaz. De sok mindenkinek vizsga, meg bölcsesség fog, meg minden, úgyhogy hajrá, hajrá mindenkinek. Szevasztok. Korán van, korán van. Na, örülök neki, örülök neki. Sok mindenkinek most van szabadság, sok mindenkinek nem. Aki megy szabadságra, annak mindenkinek boldog nyaralást kívánok, meg mindent, meg pihenjen mindenki, ahogy csak tud, mert a malomkerékből mindig jó kiesni, aztán meg jó szar visszamenni vele. De ennyit az általános bölcsességekről, mert ez van. Én még mindig nem tudom pontosan, hogy nekem kinőtte a bölcsességfogam egyéb iránt, vagy nem. Látom, hogy van, akinek fáj, meg van, akinek gyakorlatilag most lesz mutate. Azoknak nagyon sok erőt kívánok, de én még tényleg nem tudom. Vannak hátúfogaim. De én nem tudom, én nem is emlékszem rá, hogy nőtt volna, lehet, hogy nincs is. Lehet, nincs. Fogalmam sincs. Úgyhogy ez van. De hát ezzel nem tudok mit kezdeni. A fogászattal és a fogászkodással elég sok tapasztalatom van így az életemben, és hát legközelebb akkor szeretnék menni, amikor mindegyik kirohad. Bocsánat. Túlságosan megkínoztak 10 éves koromban. Úgyhogy hagyjuk. Ez egy hülye sztori. Grizzly, kösz szépen az 5 hónapot, ha vár a morgánfilmen, srácok! Bár már több esztendeje nem voltam a streamben, ezért még az 5 hónap akkor is on, boom, vagy boom. Boom, Grizzly, kösz szépen az 5-öt. Silence, kösz szépen az új feliratkozást, és C-Zoli? Vagy C-Zoli? Vagy... Na mindegy, igen. Köszi az 5 hónapot, haver! És I'm hungry, neked pedig a 2-t. Nem érzem magam bölcsebbnek, druzsek. Egyáltalán nem, úgyhogy valószínűleg nem nőtt ki. Ez van. Nagyon ninja a pólum? Állat. Állat. Nekem is megvoltak egyébként a tejfogaim nagyon sokáig. Képzeljétek el, nekem az utolsó tejfogam az gimnáziumban került kiütésre egy kosárlabda által. Ez nagyon zabó. Én abban a ritka korságban szenvedtem, hogy nekem egyetlen egy tejfogam sem hullott ki magától. Mindegyiket fogóvas húzta ki, és meglepően nagy gyökere volt. Úgyhogy ez rettentő jó hatással volt a fogazatom elrendezésére. Úgyhogy fúj! Úgyhogy nem is akarok hallani a fogorvosokról, és alapvetően egy elég durván szadista hajlamú és irányultságú embernek tartom, akinek ilyen jellegű vágyai vannak, hogy ő embereket kínozzon. De ezt most inkább hagyjuk is, mert a végén még megint érdekes leszek. Zero empathy! Jó reggelt, srácok! Sajnos a mai happy hour-t nem fogom tudni végignézni, mert 9.30-tól egyetemi vizsgám van. De azért itt van egy kis reggeli cheer, szép napot nektek! Kösz szépen, Zero empathy! Majd legközelebb! De hajrá, hajrá! Aki srák, 4 hónapizon, yes man. Van, aki a sájsebéssel van így. Sájsebéssel? Sájsebéssel van így. Igen, mindegy, ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, majd egyszer elmesélem, de a fogorvosok szadisták. Persze nem. De amúgy én mindig annak éreztem őket. Nem tudom. Jó sok fogamat húzták ki, és én valahogy soha nem azt az arcot láttam foghúzás közben egyiknek a fején se, hogy jaj, szegény gyerek, megpróbálom finoman csinálni, hanem ez a... Beadtam az injekciót, 2 perc múlva találkozunk. Mi olyan jó neked ebbe, bazzeg? Nem pénzt húzol ki a számból, szaros TB van, bazzeg! Na mindegy, de ez van. Ezek rossz tapasztalatok. Revolution nem krokodili tiszem volt. Ja, neked krokodiliszited volt. Volt 2 sorfogam, mert a tejfogam nagyon ragaszkodtak hozzám, tehát egy alkalommal szépen kiputyintottak 13-at, és most úgy nézett ki, mint egy kilingon. Ebben. Jó, a Revolution, valamilyen szinten ismerős. Bózasztó.
Az a 2 perc a legdurvább, igen. Emlékszem, ott álltam kispecskoromban, éreztem, hogy zsibban a fejem, de közben persze a tököm is, mert nagyon féltem. Szóval ez van. De egyet mondhatok, nincs értelme félni, úgyis fájni fog. És nincs semmilyen olyan csoda, hogy mondjuk mit tudom én, ráásik a felső partra valami a fogaros fejére, elájul és szólnak, hogy majd holnap kell visszajönni. Nem. Behívnak és szétfúrják, vagy kiszedik. Szóval fuck this. Még kiskorom óta vannak rémálmaim ezzel kapcsolatban. És a felnőtt koromat azzal tartom tulajdonképpen kiértékelhetőnek, hogy attól a ponttal érzem felnőttnek magam, hogy reggel felriadok, hogy lehet, hogy fogorvoshoz kell menni, és önnöm magamnál fogva azt mondom, hogy ne. Szóval innen tudom, hogy felnőttem. Ez van. Bianca, szép jó reggelt! Mi újság? Ma vetítik először a Transformers 5-öt. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Volt egy kicsi fanalás a múltamban. Kente vágtam össze a sztorit, de ma már 2 srác foglalta le az internetről. Köszi, Bianca. Wow, man. Nice kép. Nem tudom, milyen lesz a Transformers 5. Szerintem egyébként pont olyan lesz, mint a régiek. Nem kell tőlük sokat várni, mély dolgokat várni. Hello, robotok. Erről már beszéltünk korábban. Szerintem egy látványos film lesz. Michael Bay ahhoz ért. Egyébként tudjátok, hogy miről beszéltünk pont a múltkor egy haverommal, és tök érdekes volt. Ugye sokan köpködik a Transformers-eket, mert ugye látványfilmek, meg robbanás, meg minden, és semmiféle lelkivetület, sem mélysége a sztorinak. Beszéltünk már erről, miért lenne. És Michael Bay ugye egyre lejjebb van gyakorlatilag a ranglétrán egy csomó embernek, mert egyszerűen elkönyvelték ilyen látványfilmesnek, vagy mi. Na most egy, és akkor mi van? Az embereknek szükségük van ilyen látványfilmekre, nem a XXX-re. A Return of Xander Cray Cage-re, mert az atyaig. De egy Transformers film mindig kikapcsolja az embert. Jó, látványos, nagy robotok vannak, harcolnak, üzdenek, széttörnek, minden, stb. Én szerettem az első 3 Transformers-t, a 4. rész annyira nem tetszik, de... De most Michael Bay-re visszatérve. Itt köpködik mindenféle izével Michael Bay-t, hogy a robbanások ura, meg hogy nem tud semmit csinálni, csak robbantani. Na jó. De azért emlékezzünk már vissza Michael Bay-re. Bassza meg! Az egy akciófilmet kurvára tud rendezni. Tehát most, ha visszaemlékeztek csak a Bad Boys-okra, vagy a nagyon nem szabad elfelejteni a Sziklára, azért baszki. Azok kibaszott jó filmek voltak, és igenis nagyon-nagyon jók voltak a robbanások, meg úgy ámlok minden, vagy akár egy T2, Yes Man, Hello! Azért nagyon nem kell bántani Michael Bay-t. Legalábbis szerintem. Egy mélységtitka, egy Terminátor, egy Szikla, azok nagyon-nagyon jó filmek voltak. És alapvetően, oké, most Transformers csinál, most ez a mai trend. De akkoriban is ugye ezeket az akciófilmeket néztük, és kurva jók voltak. Szóval, na, Midlefty, ugye? A Szikla überbaszó film volt. És abban is, robbantanak, lőnek, minden szart csinálnak, oké, hogy komolyabb a sztori része, de azért, na, szükség volt Michael Bay-re. Kellett Michael Bay, az jó. Ha! Kejthosz! Köszi szépen a támogatást, haver! Cső, srácok! Kicsi priv! Priv off, azért a legjobb nevek versenyében én is benevezek. Kappa, maradjatok ilyenek, és köszönök mindent. Mi is köszönünk mindent, Kejthosz, és örülök, hogy itt lehetünk neked. Köszi szépen, haver! Atis, sziasztok, jó reggelt, srácok! Szevasz, Atis! Igen, ez is igaz, hogy alapvetően ehhez ért. Miért csinál a mást? A mélységtitka és a Terminátor Cameron. Miért mondtam Michael Bay-t? Nem tudja valaki? Jani? Hogy? Mindegy. What the fuck? Ez biztosan a bölcsesség fog miatt van. Na jó, én ezt a happy hour-t letagadom. Nem én voltam, ez a színész. Ez maga a színész. Ki fogom baszni. Armageddont akartam mondani. Te jó Isten! Te jó Isten! Na mindig hagyjuk ezt. Gyuri! Isten! Köszi szépen a támogatást, haver! Nagyon szépen köszönjük. Igyekszünk majd jól használni. Cső! Még nem köszöntetelek újra itthon. Kösz szépen, haver! Cserébe itt egy kis privkép még. Aktív hangsúlyosítás, fatölcsér. Megnézem a képeket. Juuuu! Yes, man! Ez még mindig ipari haver.
az utolsóképpen meghaltam. Azt a kurva. Kösz, Juri. Kösz szépen, haver. És Miki, neked is köszönjük szépen a feliratkozást. Szóval, fogjuk a fogorvostraumára szerintem is. Terminátor, bazd meg, Michael Bay. Pisti, pisti, bazd meg! What? Nem látszanak? Micsoda? Hogy a Shadow Nate, se feliratkozók nem látszanak? Várj. Dehogy nem. Itt van Yuri. Látod? Oh yeah. Mit szólunk az 5G-hez? Ezt már tegnap is kérdeztétek. Az 5G kísérleti részeiről egyébként már hallottam, meg láttuk őket a Telekomnál, de ezt titok. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Én már így is úgy gondolom, hogy egyébként a mobilnet már most azon a szinten van itthon a külföldhez képest, hogy wow, wow, wow. Ha 5G lesz, nem tudom, mi lesz. Nem megyek fogorvoshoz, pluskat, nincs az az Isten. Vagy max azért megyek, hogy kihúzzam a fogaikat. Ez fontos. Kriszó, a látványfilmnek semmi baj szerintem, ha nem veszik magukat túl komolyan, ne akarjanak elcsépelt, lerágott kérdéseket boncolgatni két robbanás és három óriás robot között. Igazad van, Kriszó. De egyébként szerintem, amit már beszéltünk, vegyünk egy Power Rangers-t vagy egy Transformers-t, szerintem ők nem veszik magukat komolyan. Ezerszer beszéltünk már erről, hogy hogyan venné magát komolyan egy film, amiben robotok alakulnak autóvá. Könyörgöm. Ha, hogyha tudod róla, hogy látványfilmet fogsz nézni, akkor nem érhet csalódás. Szeretem azokat a kritikákat, amik ezeket ostorozzák, hogy Isten, egy üres szar, meg nem bírtam nézni. Nem is kell, haver. Csak tudod, hogy elolvasod azt a rövid történetet, hogy miről szól egy Transformers film, akkor nem tudom, hogy mitől keletkezett benned ez a rettenetes vágy, hogy egy olyan melodrámát nézd meg, mint a Transformers. Ez van. Van egyébként már egy témánk, csak igyekszem minden későbbre tolni, mert Dr. Professor témája, úgyhogy deep. Dexter, elég vasemberes érzés volt egyébként a Robo Recallba széttépni a robotokat, de amúgy kibaszottul feeling az a játék. Nem is gondoltam, hogy ennyire jó lesz. Ó, igen, amúgy ja. Gondolj bele egy Transformers filmre, ami mondjuk foghúzóvá alakul. Az bírnám. Nem láttam még az Otherworld videót, Marka. Jani, mit bizgerál? Túrodit. Igen, tudom, Nessai, hogy hallani, szevasz amúgy, mondom, Túró Rudi. Elmaradt Donáter. Mi az Donáter? Várjál, ugye megnézzük. Nem maradt el. Csak Dressed Cheer és kacok, nekem az volt a meglepő, hogy a Westworld véget ért. Sir Hopkins ott azért odabaszott, majd pont, hogy véget ért az első év, vagy jött a Transformers 5 első trailer, ahol ő volt a narrátor. Hatásvadász szaga volt, nem kicsit, nem tudom, miért vállalta be amúgy az öreg. Ez egyébként egy nagyon fura kérdés, és még nem mondok semmit rá, mivel hogy nem láttam a filmet, de alapvetően én is meg tudok lepődni ilyen szinten. Várj egy kicsit. Mindig meg szoktam lepődni, amikor ilyen hatalmas színészek olyan filmekben játszanak, amiben úgy néznek ki, mint tehénen a gatya. Hőnszeretett hősünk és a chat oszlopos tagjának is vannak ilyen filmjei. Várjatok! 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 Na! Szóval, alapvetően Sir Anthony Hopkins szereplése a Transformers 5-ben az még nem tette nálam tiszteletét, tehát fogalmam sincs, hogy mit játszik a filmben és hogy miért vállalta el, de maradjunk annyiba, hogy Sir Anthony Hopkins még mindig nincs gázban. Ez Morgan Freeman szereplésével a Delfin kaland 3D. Na, erről ennyit szerintem. Mi a fasz? Szóval így, hagyjuk a picsába az egészet, jó? Tehát nem tudom, miért szerepelnek ilyen nagy filmek egyébként, vagyis ilyen nagy színészek ilyen filmekben. Biztos kell a zseppénz, vagy én nem tudom. Megmondom őszintén, hogy életem volna a legboldogabb, hogyha mondjuk nem látom reménytelen, hitevesztett, párkapcsolati traumában Al Pacinót, vagy mondjuk buzikalózként Robert De Niro-t. De hát ez van.
A régi nagy színészeinknek is kell a zseppénz. Ez van. Ez van. Van benne egy indokolatlan Freeman. Kell pénz lóvéra. Ez van. Big Joe, Morgan. Pisti, az igazi fasz a film az lenne, ha egy emberi szájban játszódó akciófilm lenne, és ott a bölcsesség fog ellen csapatnak, ami kb. Úgy néz ki, mint egy Onion Io-ból, és ilyen szamurájos témájú lenne, nagyon adnám. Így van, és a drak lenne a bölcsesség fog. Toklev, kösz szépen a három hónapot, haver! Alanduril, jó, oké, hogy a Transformers mondjuk pont tényleg nem a mély mondani valójáról szól, csak az a baj, hogy a legtöbb mainstream filmben nem is érzem sokszor az igényességet, hogy bármit is adjanak, mert a sok gyökér úgy is megnézi, ha látványos és engem rohadtul utál, amikor hülyének nézik a közönséget, Hobbit filmek. A Hobbit filmekkel kapcsolatban, Andurja, nekem is az volt az érzésem egyébként, hogy nagyon el lett nyújtva három részre, egyébként nem voltak rossz filmek, csak látszik, hogy nagyon hatásvadász próbált lenni. Úgyhogy ez van. Ezzel kapcsolatban nehéz mondani bármit is, de egyébként egyetértek veled, vannak nagyon buta filmek. Főleg, mikor már a századik része van. András B., tudok segíteni? Nem tudtok segíteni? Mit gondoltok az e-learning programozó tanfolyamról? Megérheti? Vagy úgy összességében a vetes tanfolyamokról? Lehet váltani akarok a mostani szakról. András B., nincsenek tapasztalataim az online ilyen e-learning cuccokkal kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy vannak hasznos dolgok vele. Azt tudom, hogy vannak YouTube csatornák, külföldi YouTube csatornák, amik programozásra oktatnak, és nagyon-nagyon jók. Érdemes lehet azok között is körülnézni, mielőtt mondjuk egy e-learningbe belefogsz. Pedro, kösz szépen a négy hónapot, jó reggelt, így megkéstve, nem áll? Egy újabb hónap. Jani, kösz szépen a feliratkozást, ez nagyon hülye hangzik, de ez van. Prototeger, Morgan mindenhol ott van, és ennyi. Ő is ezt akarja. Nem soká jönni fog a reklamáció, hogy nincs szemlálló felett, miért nem két Morgan Freeman van. Transformersben én azt vártam, hogy jön egy nagy robot, és átalakul Morgan Freemanné. Az amúgy elég durva lenne egyébként. Na, kérdezi tőlem, hogy egy random kérdése van, miért félek a Luffy-tól? Hát kipukkannak. Jó, tudom, hogy kurva gáz, és akkor mi van? Érted? Az ilyen pukkanós dolgok megijesztenek. Más nem. Nem tök szar, hogy odaadnak a kezedbe valamit, ami bármelyik pillanatban pff! Nem mintha az a pukkanás olyan rossz lenne, csak nem tudod, mikor jön. Főleg, amikor azt kérik tőled egy pléiten, hogy írja le egy filctollal, ami egyébként maró hatású, egy műanyagot. Amitől a legtöbb esetben kipukkan. És így írod el, hogy... Na mindegy, ez van. Köcsög, Luffy. Drake Leshun, köszi szépen a cheer, haver! Köszönjük szépen! Tuka Chinchilla, köszönjük szépen a feliratkozást! És the rest, my last cheer was the second part. A Power Rangers megnézte egyébként azóta? Nem. Nem merek véleményt mondani, mert bajom lehet. Szerintem is. Jani nem szereti a filmes témákat, vagy épp a Rudiával van még elfoglalva. Nem tudom. Plusz egy, a Sötét Torony trailer alapján mire számítasz? A Sötét Toronyra, és nagyon várom. De komolyan. Igen, Grizzly egyébként teljesen igazad van. Nem a Luffy-tól félek, hanem a megijedéstől. Az két dolog. Az abszolút két dolog. Ó. Oh. Mubot nagyon bántsa az embereket, hogy úgy mondjam. Hot potato játék. Székének tök igaza van, tök olyan, mint a hot potato játék, mikor azt a szart adott körbe, ami bármikor vizes viccelt a pofádba. Vagy ez nem az? Micsoda? Az emberek hülyék, múlva csap. Igazad lett, Noise. Mi a véleményem az új Pókemberről? Meg kéne nézni. Nagyon hype. Meg kéne nézni. Nem tudom. Őszintén szóval érdekes egyébként ez a téma. Nem szeretek emellé állni, mert fura. Én nagyon szeretem a Marvel Universe, szerettem azelőtt is, mielőtt belecsaptunk ebbe az óriási Cinematic Universe-be. A rajzfilmeket is szerettem, a képregényeknek azt a részét, amit olvastam, is nagyon szerettem. Alapvetően a DC-t is. Szerettem, hogy ugye megfilmesítették őket, és nagyon szeretem azt is, hogy sok időt áldoznak rá Hollywoodban. De... És nem azt mondom, hogy most már sok, mert nem sok, mert kíváncsi vagyok rá, kurvára, meg meg akarom nézni. Csak talán úgy fogalmaznék, hogy ezek közül a képregényfilmek közül volt már egy-két olyan jól sikerült darab, ami után már nem tudom, hogy mit lehet csinálni.
lehet, hogy az az érzésem. Hogy már láttunk olyan sorozatokat, láttunk már olyan lerágott csontokat, amiknek az első két-három része, vagy az első két-három iterációja jól sikerült, és utána láttuk, hogy utána már csak úgy mentek a dolgok. És például a Pókemberben is ez már hanyadik reboot. És így... Jó, legyen jó amúgy, én értem. Csak így... Nem tudom. Nem tudom, mit várjak tőle. Nem tudom, mit várjak tőle. Igen, Krisztóban igazad van, a Pókember az hatalmas kedvenc, és egyébként ugye az egyik legnagyobb hős egyébként az egész univerzben. Meglátjuk. 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 Batmanből például rohadtul nem kell több. Köszönöm szépen. Jokert se akartam többet látni, mert volt egy, ami szerintem felülmúlhatatlan, és láttunk egy újat, és szar volt. Hát ez van. Micsoda? Venom filmben Tom Hardy, az mit szólok? Tom Hardy egyébként szinte bármit el tud játszani. Női szerepekben kevésbé tudom elképzelni, de egyébként ő lesz valószínűleg a következő Vin Diesel. Nem viccelek egyébként, nagyon szeretem Tom Hardyt. Főleg ezt a új sorozatát, ezt a... Mi a faszom volt? Mi volt az? Baszki. Regem, hát teszem igazán. Tabu. Az. Tabu. Kiha, igen, a Heath Ledger féle Joker volt. Jack Nicholson is remek volt egyébként. Alapvetően az egy, annak a korszaknak volt egy hatalmas nagy, hogy mondjam, színészi alakítása, és nekem óriási meglepetés volt a Heath Ledger féle cucc. És nekem ott véget is ért ez a Joker téma. Elvesztettem a Jared Leto fanokat? Nem baj. Az a baj, hogy Jared Leto-t nem vesztettük el. De hát ez van. Mert biztos még fog játszani valami filmbe. Nem szereti Pisti Jared Leto-t. Pedig nem rossz. Jared Leto? Pedig nem rossz. Miben? Például nekem ott van, nekem az még most is ilyen favorite film, Mr. Nobody. Amúgy csak ő van. Hát nem csak ő van, de... Nem csak ő? A mély. Kurva jó. Vannak jó szerepei? Vannak. Nem tudom, én nem, valahogy nem tudom, olyan fura a feje. Az tény. Nem? Mikor legtöbbször... Ugye most szétos minkel, nem is ismerzve rá. Olyan kicsit olyan fura. Fura a feje. Nem tudom, olyan érdekes. Vannak ilyen színészek. Mivel ott van a Casey Affleck. Ő is tök jó volt ebben a Gun Baby Gun-ban, meg most vannak jó filmjei, de úgy... nem tudom, olyan fura feje van. Mert köze van ugye az öreg Benhez. Igen. Akinek egyébként az alcíme Ben Afflecknek a Matt Damon árnyékában. És ennek több része van. De mindegy. Szegény csávó. Szerintem azért ilyen. Tudod, próbálkozik, nem megy. Ami nem mindig megy. Nem tudom, fura. Fura. De persze ezek vélemények, és lehet engem utálni érte. Ez van. De néha így elkalandozom. A Dallas Buyers Club abban Atom volt létó. Japp! Japp, meg az jó volt ez a film. Micsoda? Nem, félreértetek. Én nem azt mondom, hogy nincsenek jó Ben Affleck filmek. Egyáltalán nem ezt mondtam. Pont Janival beszéltük most a Tolvajok Városát, megnézte a repülőn, és kurva jó. Az egy jó film volt. Most nagyon tetszett a Könyvelő is. A Könyvelő. Csak... Ben Affleck második neve Géza. Nice. Na mindegy. Ez van. Ha! Lemaradtam. Linden D, köszönjük szépen a feliratkozást. Proto, elképzelem, hogy Jani egyszer kibaszna veled, és buborékfóliát tesz az utadba, te meg belerohansz, aztán ott táncolsz rajta, meg üvöltözöl. Evil Proto. A bubifóliát az bírom. Csak a nagyot nem. Linden D, mondtam, hogy köszönjük a feliratkozást. Sorry. It's Zoli. Jó, hogy visszajöttetek egy kis sír kávéra. No, meg egy jelvény update. Kösz szépen. Venom, hát a Pókember hagyján, jön a Venom film, és pont reggel olvastam, hogy Mészárszék lesz az ellenfél. Mármint egy Carnage. Mészárszék.
Oh. Mi szárszik? Carnage! Carnage mészárszék! Bassz meg! Na ez az Uber cringe! Amúgy, ja! No! Nem, nem, nem! Erre is besorolású fiam lesz, már most patakokban folyik a nyálam. Igazad van, Venomgád, én is rohadtul várom a Venomot. Meghívják Carnage-ot mészárszéknek! Tudom, hogy mészárszéknek hívták a képregényben is, ott is cringe volt. Nem tudom, fura! Buffy nem sztenne, és akkor az Igazságligája film? Hogy néz ki benne Flash? Nem fogom megnézni az Igazságligáját, Buffy nem sztenne. Ez egy borzasztó dolog, tudom, de nem. Lutoni Tony! Köszi szépen a támogatást, mert sziasztok, privát, please! Csak már sokat tanulok tőletek. Kösz szépen, haver. Kösz szépen. D.L. Kösz szépen a csírt. Jó reggelt, ha már Marvel sorozatokat néztek, Daredevil, Iron Fist, stb. Úgy tudom, ide jön a Punisher és a Defenders. Én még nem kezdtem el, nagyon sokan anyáznak érte, hogy nem kezdtem el nézni a Daredevilt, mert azt mondják, hogy nagyon-nagyon jó. De nem nagyon néztem ezeket, hogy őszinte legyek. De idővel majd be fogom pótolni őket. Nézzem már meg a Power Rangers filmet, Balú. Oké. Okay. Oké. Okay. Igen, láttam sokan írtatok a 48 órás streamre, hogy még nincs program. Ezt említettem a tegnapi Happy Hour-ben, hogy valószínűleg jövő hét elejére megpróbálunk összerakni egy programot. Láttam amúgy egész jó ötleteket, majd beszélünk még addig róla. Völgát a képregényben Vérontónak hívták. A mesesorozatban volt mészárszék, ha jól tudom. Amúgy még mindig jobb, mint ha piros pókembernek, vagy piros ruhás gonosz pókembernek hívták volna. Voltak ennél sokkal szarabb elnevezések a történelemben. Ebben is igazad van, Völgát? De érted, ha Superman, Carnage, miért nem Carnage? Jó az a Carnage. Vagy attól féltek, hogy szarnag-e? Még az is jobb. Pluskat! Köszi szépen! A készülő Pokémon játék hogy tetszett az E3-on? By the way, nem azt mondtátok, hogy részletes E3 játékban számoló lesz? No offense és bocsi. De az lesz. Ezért nem mondom meg, hogy tetszett a Pokémon. Köszi szépen, haver! Drinkeri, köszönjük a 6 hónapot! Mit szóltok az új Thor filmhez? Hogy tetszik az új stílus? Nekem nagyon, nagyon tetszik a Ragnarok. Alig várom. Superman az acélember. De az más téma. Mert a Supermannek ugye egy... az a híres neve, hogy Man of Steel. Áó. Szegény Sigma kupak. Hogy Man of Steel, és azt le lehet fordítani, mert ugye az nem a neve. Ez egy másik dolog. Ragnarök, please. Tényleg. Ezt mindig elfelejtem. Ragnarök. A Mjölnir törő. Ez van. Vagy úgy, hogy Carnage tumor. Ilyen jó lett volna, nem? Ha Carnage-nak hívik. Legjobb. Lefogásni jön azon. Le. Egyébként le. Dressed. Dehogy nem, Pisti, a kíváncsiság úgyis átvisz a DC oldalra. Ó, ne már! Egyébként csak mondom, hogy a Wonder Woman kifejezetten jó lett. Meglepődtem rendesen, pedig csak azért néztem, hogyha kérdeznek, tudjak véleményt alkotni, és a Daredevil meg egy faszas sorozat tényleg. Igen, tudom, nagyon-nagyon sokan mondják, hogy jó, meg fogom nézni. Mondják, hogy jó lett a Wonder Woman, azt sem néztem meg. Micsoda? Gágadó? Vagy Gadot? Igen, a múltkor láttam róla egy ilyen Facebookos posztot, hogy mekkora király. Mármint, hogy komolyan. Tudod, hogy ez a csaj egy ilyen baszógép? Ami nem úgy. Nagyon durva. Valami nemzetközi kapcsolatokat, meg jogot végzett, 2 évig volt az izraeli hadseregben, ilyen baszógép küzdősportmágus, volt valami szállodaláncuk, amit eladtak nagyon sok pénzért, meg minden ilyen nagyon durván nyomja a csaj amúgy, ilyen elmebeteg. Na, ez van. Ez van. Aquila, mi ez most neked van, Daily Factor? Odafigyelj, a világ legjobb barlangja a Sean Dong. A hegyi folyó.
Vietnam és Laos határához közel a Phong Nha Ke Bang nemzeti parkban található a barlangot egy helyi ember fedezte fel 91-ben. A szél és a folyó morajlása, valamint a meredek bejárat miatt a helyiek nem mentek be, csak 2009-ben vált nemzetközileg ismerté, amikor egy brit kutató expedíció először leereszkedett oda. Akkor egy 60 méter magas falba ütköztek a kutatók, akik 2010-ben tértek vissza, hogy teljesen feltárják a barlangot. Felülről egy keskeny résen át világítja meg a nap, és különlegessége, hogy saját folyója és dzsungele van. A barlangnak! Néhol pedig még vékony felhők is kialakulnak benne. A méretei óriások, egy 40 emeletes felhőkarcoló is elférne benne. A legtágasabb helyeken az üreg 200 méter magas és 150 méter széles. De a legtöbb helyen 80 méter magas és ugyanilyen széles. Van olyan terem is, ahol több mint 70 méter magas stalagmitok találhatók. A legnagyobb üreg 5 kilométer hosszú. Wow, man! Kösz, Aquilla! Azt a kurva élet! Barlangnak van folyója, meg dzsungele, bazd meg! Mother of God! Köszi! Vanguard, Venom is méreg volt a magyar cuccban, de igazad van, amikor a régi Batman filmek a denevér embernek hívták, attól a hírek kirázott. Ó, igen, tudom, Vanguard, tudom. Én csak szívózok egyébként. Megvolt annak a maga varázsa kiskorunkban, ebben igazad van. Megrész Pisti nevű fel a hype-ra, jó a Wonder Woman, de csak utal érte az MCU-s filmek minőségét, sőt, egy kicsit túl is megy rajtuk, ellenben a CGI az borzalmas, szóval a szemet ki fog folyni. Nem tudom, annyira nem vagyok kíváncsi rá a Wonder Woman-re, ahol egy golyóálló, félisten Amazon izé, az első világháborúban a király. De persze attól a film még lehet jó. Darkablók, köszönjük szépen a 4 hónap feliratkozást, és rendezni az nem barlang, hanem a pokol bejárata. Amúgy szerintem is az lehet. Bózasztó. Rákeresztetek, Júri, vannak benne dinók? Ja, de hülye vagy, ez nem az. A csoda buksa. Ah, szóval Wonder Woman. I see. Tudom. Mondom. Biztos, hogy jó film. Annyira szép ez a hely, kiha. Meg fogom nézni. Igen, nézzük mi is a Trónok harcát. Kíváncsi leszek, milyen lesz ez a 7. évad. 7. Hetedik évad. Nagyon misztikus ez a The Winter is Here című plakát. Végre megtudom, hogy élnek a hidegbe a sárkányok. Reméljük, nem Skyrim lesz. Inkább be sem olvasom. Szerintem az a barlang nem olyan nagy, csak sok benne a fű. Szép, Proto. Szép. Sok éve jön már a tél való a Trónok harcában, na most ideért. Ismerem Lucifer nevű sorozatot, bár elég érdekes. Igen, Tumor, szerintem is egyébként abszolút ezen fog múlni. Most már én is nagyon nagy sárkánylázban égek egyébként a Trónok harcával kapcsolatban. Minden részben sárkányt akarok látni, hogy szétéget olyan geciket, akiket már régen le kellett volna szúrni. Ez a lényege. Én ezen nézem. Egyébként Nafi Nemster, igazad van. Baszó a trailer egyébként, meg biztos, hogy nagyon jó lesz. Beryl Shifter, köszönjük szépen a feliratkozást. Melyik a kedvenc DC karakterem? Batman. Hogy lehet ilyet kérdezni? Mi beszte? Sandros kérdezi, hogy a Farpoint-tal fogunk-e játszani. Amint lesz, pukkám. Hozzá, akkor rögtön. Igen, Batman Trakan. Juri, köszönjük szépen a támogatást, haver. A The Big Life-ban az első 6 órában légy szíves, ne csináljatok semmit. Mert nem kaptam Szabit, így csak 3-tól vagyok. Viszont a legvégén itt leszek. Figyelj, Juri, 3-tól vagy? 9. Szerintem az utolsó 2 aktra ide fogsz érni. Hogy az Anthem tervben van-e? Hogy ne lenne? Azért nem hittem volna egyébként. Na mindegy, majd az E3-ban beszélünk erről. Annyira jó, hogy megint lesz egy videó, vagy valami, ami sose jön el, tudod, és így mindig hivatkozhatok rá, hogy miért nem beszélek róla. Pont mint tavaly.
Anonymous mondja, hogy szerintem Rorschach a legjobb DC karakter. Hallottátok, hogy lehet, hogy sorozat lesz a Watchmenből? Az úgy érdekes. Micsoda? Á, sokan egyetértenek. Ez fontos. Rorschachot én is szeretem egyébként. Sulci, egyébként a Way Out-ot mi is nagyon-nagyon várjuk. Nagyon jó volt a Watchmen való. Nagyon jó. Ha nem láttátok még a Mastercard-ot belőle, amelyik nem is tudom mennyi. 4,5 óra vagy hosszabb, amiben a rajzfilm betétek is benne vannak, nézzétek meg, geci jó. Én nekem óriás kedvencem egyébként. Én azt gondolom, hogy egyébként szerintem az egyik legjobb képregényfilm. Nem a legjobb, de az egyik legjobb képregényfilm. Igen, Inzuma, ebben igazad lehet, ez egy fontos kérdés. Erről is fogunk beszélni, hogy ez a remake, reboot téma ugye a filmeknél is ugye elég para. A játékoknál egyébként nagyon sok esetben szívesen fogadott a remaster vagy a reboot fogalma. Vannak olyan esetek, amikor jók a remasterek, jók a rebootok, főleg olyan játékok esetében, amit mondjuk már ezeken a rendszereken nem lehet futtatni, szívesen újra játszana az ember. Viszont vannak olyan pontok, amikor egy kicsit fölöslegesnek tartom a remaster, reboot fogalmát, mert ők nagyon-nagyon a hype-on úsznak el, és nem tudom, beszélünk majd erről. Mostanában nagyon sok remaster van a játékok tekintetében is, illetve remake, mert ugye a kettő nem ugyanaz. Van amelyiknél jó, van amelyiknél nem jó. Én nem minden esetben mondanám azt, hogy szükség van rá. Igen, tudom, hogy a Witcherből is lesz sorozat. Dreszt, a Dr. Professor féle témára vársz, mindjárt belekezdek, érdekes lesz. Kíváncsi vagyok, de csak megint deep. A Linden D, köszönjük szépen a támogatást, sziasztok srácok, priv! Kösz Linden! Kösz haver! Állat! Állat! Leviathan, újra itthon srácok, nem csábított ki titeket örökre az USA? Nem. Köszönjük szépen az 5 hónapot, haver. Nem. Jó hely meg minden, de nem. Nem tudna örökre kicsábítani, az az igazság. Akkor már nem lenne, tudod, mint a, tudod, Kínában a kínai kaja. Az ott csak kaja. Ez pont olyan. Amerika is addig izgi, amíg, tudod, the far away. Ennyi. A Trónok harca azért olyan film, ami legálisan nézhető pornó. Ha van otthon asszony, ennyi csöcs és stb. Ha az egész sorozat felkerülne a Pornhubra, azon se lepődnék meg. Tuti, hogy fent van. Úgyis van már kategória neki, My Brother Surprised Me From Behind. Ez igaz. Azt a kurva. Pacalpörit nem kapok amcsiban. Ez igaz. Micsoda? Oké, figyelj, Tumor. Igazad van. Te azt mondod, hogy nem vagy a remastereknek feltétlenül híve. A StarCraft remaster kurva jó lesz, de az egy másik témakör. Megmondom, mi a bajom, és majd erről beszélünk bővebben, csak úgy felületesen elmondom. Megmutatták most a Shadow of the Colossus-t. Nem tudom, melyik őtök játszott az eredeti Shadow of the Colossus-szal, vagy a Shadow of the Colossus remasterrel, ami van, és ez pedig a remaster remake-je, vagy mi, mert ez már a második re-izé. Biztos tudjátok, hogy ez az ilyen elmosódott fajta grafikája volt a régi Shadow of the Colossus-nak. Az olyan, nem is tudom, olyan volt, mintha ez a Gloom Effect, vagy Bloom Effect folyamatosan ott lenne a szeren. És attól annyira sajátos volt az egész játék, hogy nem tudom, nekem rohadtul tetszett az a fajta látvány, ami úgy benne volt. Ez a remastered meg
Sima! Minden tiszta, éles. Nekem nem tetszik. Jó, biztos jó lesz, meg biztos játszunk vele, de... Sima. A régi rész nem attól volt nem sima, hanem az direkt ez a... Elmosódott, nem tudom. Annyira hangulatos volt az egész játék tőle, olyan... Meg volt így az alaphangja. Ez meg olyan... Sima. Huncerka, vegyem le a felbontást! PS-en! Hogy?! Nem tudom. Furcsa. Olyan fura, túl éles. Nem tudom, nekem hiányzik ez belőle. Szóval egy remasternél, nem tudom, nekem fontos, hogy megőrizzék a játékot olyannak, amilyen. És így... Nem tudom, fura. 720p-s tévére kötöm. Igazad lehet. Igazad lehet, de akkor is olyan fura. Tehát fontos az, túl már egyetértek veled, hogy fontos az, hogy a játékmenetben, illetve az alapvető artstyle-ban ne nyúljanak bele. Szerintem az előző remaster jobban nézett ki. Az a PS3-on volt, azt hiszem. Igen. Igen, a Diablo 2 remasternél a teljesen másra az eset Fingópárna, azt én is várom egyébként. Mert ott ugye, ott egészen szívesebben megnézném egyébként, úgymond élesebben az egész játékot, mert ugye ott már azért van némi aging, bár még most is nagyon szeretem. Az a név, Fingópárna már régóta oszlopos tagja a közösségnek, úgyhogy nem újdonság, ez van. Van-e régebbi generációs konzolunk? Van. Micsoda? Mesoflection, hát persze, hát persze. Yuri, Durian 72 érdeklődik a tévétek iránt. Kicsit off, de tegnap szembe jött, és eszembe jutottatok, hogy ugye még megvan a tévé. Megvan még! Megvan, Juri, de mi jött szembe? Mi ez a link ez? Jesus Christ, köszi. Megvan, még minden oké is. Köszi szépen. Vár. Segítsetek már, srácok. Inzumel, te írod, hogy a remastereknek kérdés van, hogy mennyibe kerül. Teljesen más a StarCraft remaster, ami ingyenes lesz. Halalala! Biztos, hogy nem. A StarCraft 1 Brood War-ral együtt ingyenes most. A régi verzió. A remastered ingyenes lesz. Szerintem no. Szerintem nem lesz az. Most az alapverzió, ami nem remastered, az free. De szerintem nem lesz ingyenes. Szerintem nem. Szerintem az fizetős lesz, tuti. 100%. 100%. Gulyapásztor azt mondja, az lesz. Érdekes, nem tudom, nem vagyok biztos benne, úgyhogy kérdezem. Igen, hájani, szerintem is. De mondom, nem tudom biztosan. Így van, nincs onkextek el, szerintem is. Az alapverzió ingyenes. Szerintem a remaster, ez biztos, hogy nem. It's Blizzard, man. It's Blizzard. Ja, mindenki kíváncsi a deep témára. Oh, biztos olvastátok a fórumon. Nem feltétlenül abba a töltetbe szeretnék beszélni róla, amiről szól, de olyan érdekes, meg látom, hogy sokan hozzászóltatok, meg minden, azért vagyunk. Szóval deep téma, komment szekció, társadalmi tükör. Most nem feltétlenül a mi komment szekciónkról szeretnénk beszélni, csak alapvetően a komment szekciókról, illetve hogy mennyire társadalmi tükör. Ez a Dr. Professzor féle téma mára. Úgyhogy 15 percünk van beszélni róla, pörgessünk bele.
Ki van az IP tunnel másik végén, és miért csinálja ezt? Előre bocsátom, hogy ez a téma sorosan kapcsolódik a miért van az, hogy az intelligencia manapság kezd kimenni a divatból témához, és a téma az érkezett válaszokhoz. A téma írója síromból. Igen. Itt most a példát nem olvasom fel, hogy mi volt ugye konkrétan a konkrét eset, amire rávilágított Dr. Professzor, mert itt ugye bizonyos hozzászólásokra hívta fel a figyelmet, amik a mi komment szekciónkból példák, de mondom, nem kell ezt természetesen elvetíteni, hogy a mi komment szekción, csak úgy alapvetően ugye a komment szekcióra vagy a csetekre gondolunk, hogy miért olyanok az emberek, amilyenek, és hogy néha miért nem értjük meg őket, stb. A komment szekciók alapvetése, főleg a YouTube-on arról szól, hogy a kérdés az, hogy ez társadalmi tükör-e. Szerintem nem. Szerintem a komment szekció nem társadalmi tükör. Szerintem a legtöbb esetben az olyan kommentek, ami meg akar a szemetek, hogy úristen, ez mi a fasz, a legkevésbé sem tükrözik az írójának a személyiségét. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenki gondolja azt egy komment szekció alapján, hogy abban a komment szekcióban mindenki 5 éves. Erről szó sincsen. Mondom, tehát ha az a kérdésed, Dr. Professzor, a témát tekintve, hogy társadalmi tükör-e a komment szekció, szerintem abszolút nem az. Itt nagyon sok számít abból a szempontból, hogy itt senki nem saját névvel, saját profilképpel kommentel, hanem ugye maszk megint bújik mindenki. A maszk eltorzítja a személyiséget. Tudom, hogy sok mindenki szerint nem. Tudom, hogy sok mindenki szerint egy ember akkor a legőszintébb, hogyha maszk mögött van. Én inkább az Orwell-féle meglátást tartom reálisabbnak. Ugye ő azt mondta, hogy ha valakire maszkot adsz, akkor abba egy idő után belenő a feje. Vagyis az arca. És nem tudom, olyan hülyén fordítom magyarul, nem tudom miért. Szóval, ha van egy maszkod, ami mondjuk a nick neved online, amivel rájössz egy idő után, úgymond elkapatod magad, hogy azt írsz, amit akarsz következmények nélkül, egy idő után az online szép az reflection, az online személyiséget hozzánő ahhoz a maszkhoz, amit kialakítottál magadnak. És Ropi, komolyan? Fuck yeah, most már ezt is tudom. Szóval szerintem ez alapvetően egy olyan dolog, ami a lehető legőszintétlenebb. Rengeteg sok olyan negatívumot kapok. Volt már eset olyan, hogy olyan kommentelővel találkoztam, aki anyámtól kezdve mindenkit előszedett a komment szekcióban, és a legnagyobb háborgó kurva élet volt, akit már többször elképzeltem, hogy hogyan fogok, nem tudom mit csinálni vele. És találkoztam vele élőben, és nem mondtam meg neki. Azt hiszem, az egyik playten odajött aláírást kérni, bazsajgott, vigyorgott, majd beszart, hogy jaj, úristen, nem is lehet, találkoztunk, stb. És felismertem, így arcról, hogy ő az, aki másfél éve kurva anyázik. És így néztem, úgy kikívánkozott volna belőlem egy delfinfejes, vagy valami hasonló, és úgy nem tudom. Úgy láttam, hogy mennyire örül meg minden, és így inkább nem mondtam semmit. Mert akkor jöttem rá arra, hogy a kettőnek szinte semmi köze nincs egymáshoz. És erre egyébként nagyon érdekes dolog rájönni szerintem ebben a szakmában, hogy vajon miért történik ez. Hagyjuk, hogy melyik volt a Strakán, hagyjuk. De nagyon sok mindenki, nagyon sok mindenre képes a figyelemfelkeltésre. Biztos vagyok benne, hogy itt a cseten is láttatok már olyat, amikor valaki írja, hogy a Twitch szar, fúj, miért játszol ezzel a játékkal, fos, és megállás nélkül írja. És amikor az egyiket felolvasom, bármelyiket, mert már annyira ismétli, hogy már kibassza a szemem, és felolvasom, utána megváltozik, és végre elkezdi mondani azt, amit tényleg mondani akart, mert az egésszel csak azt akarta, hogy figyeljek rá. És olyan fura ez alapvetően, hogy ilyen eszközökhöz folyamodnak az emberek, és szerintem ez az a dolog, ami miatt ez nem egy társadalmi tükör. Alapvetően. Nem tudom, fura. Olyan fura.
Nem tudok erre mit mondani. Érdekes egy jelenség, de mondom, biztos, hogy ti is láttatok már ilyet itt is a Twitch-nél. Ugye mi itt egy picit azért vagyunk más helyzetben, a Twitch-en akár, mert elég személyes már ugye a Twitch abból a szempontból, hogy már igaz, hogy nem mindannyiótok találkozott mindenkivel, és nem mindenki tud arcot vagy személyiséget társítani felhasználó névhez. Azért mégis egy olyan személyesebb dolog, hogy legalább ezt az online személyiségét ismeritek egymásnak, tudjátok, hogy ki hogy reagál, mindenki tudja Mezaflexionről, hogy milyen. És legalább tudjátok azt, hogy mit várhattok a másiktól, ami egy fontos dolog, és itt egy egészen más dolog alakul ki. Itt szeretnék rátérni Muffin Hamster csírjére, ami teljesen igaz, hogy a komment szekció pontosan olyan, mint a mai világban az elégedetlenkedők nagy része, legyen az politika, filmkritika, játékkritika, tök mindegy. Általában a negatív a leghangosabb, mert neki fáj a legjobban a pöcse. A pozitív emberekről a legkevesebbet hallani. Ez mindig így van, ez egy örök szabály. Muffin Hamster azt írja, hogy vannak nagyon értelmes kommentelők. Tök igaz. Rengeteg sok kibaszott jó komment van a YouTube-on is. És nem kell ítélni a komment szekciót ott sem, mert nagyon sok építőjellegű komment van, csak hogy értsétek, a 4 másodperc után jó lett a video, az nem jó komment. Rettentő sok értelmes komment van, amiket igenis lehet értékelni. És ott mutatkozik meg, hogy nagyon sok olyan ember követ minket, akinek igenis számít az, amit csinálunk. Micsoda? Igen, hát az is egy jó sztori. Szóval az egész téma viszonylag deep, nagyon sokat lehetne foglalkozni vele. De valahogy mégis úgy érzem, hogy nem kell. Egy idő után szerintem az dönt egy kommentelő vagy egy néző sorsáról a chatben vagy a komment szekcióban, hogy rájön-e arra, hogy hogyan kell kommunikálni. Lehet próbálkozni. Lehet próbálkozni a figyelemfelkeltést olyan szinten elérni, hogy anyázol, hogy szarozod, amit csinálunk, stb. Ha ő nem találja meg egy idő után a módját annak, hogyha egy értelmes kommentet fogalmaz meg, vagy eljön ide, és megpróbál velünk normálisan beszélni, azzal eléri, amit akar, ha nem jön rá, akkor sajnos a sorsa az lesz, hogy kibannolják, vagy a örök feledésbe vész, amit írt, vagy max rászáll 2-3 ember a komment szekcióba, és elküldi a kurva anyjába, amitől megharagszik a közösségre, nem akarja majd nézni azt a tartalmat, amit eddig szeretett, és elhúz a picsába. Ez van. Ez ellen sajnos nem lehet mit tenni. Ez van. Megyünk tovább. Zuzancs, na ezért mondom a Nerf című filmre, hogy maga a film nem egy világegető, de a végén mondani való az pont ilyesmi. Yep. Ott is ez van, hogy nem könnyű a net anonimitása mögé bújni. Amúgy jó a téma, közi prof. Amúgy szerintem is jó a téma egyébként, Zuzan, ezért is választottam. Igazad van. Muffin Hamster, jól elbasztam az előtt. Szóval van értelmes is, nem is tudom már melyik videó alatt jött fel a téma, hogy miért Jani Holmes, és megbeszéltük szépen tényekkel, kinek miért nem tetszik ez az elnevezés, stb. Illetve még az S8 videónál volt, hogy a kommentem egy szép vitát generált, vitát nem beszélgetés, jó volt olvasni, szóval van ilyen is. Muffin Hamster, ez tök igaz. Én például rettentő büszke vagyok arra, hogy tudjátok, hogy mennyire kerülgetjük a megosztó témákat itt a streamben, legyen az akár politika, vagy valamilyen olyan terrorcselekmény, vagy valamilyen megosztó téma, ami általában vitát generál. Ennek ellenére látom azt, hogy a fórumon igenis belementek egymás közt ilyen beszélgetésbe, és az a sokszorosan megszűrt közönség, ami végül a fórum közönségben manifestálódik, mindig tud értelmesen beszélni, és soha nem olyan vita alakul ki néhány nagyon megosztó téma között, amiről én nem beszélek köztetek, hogy értelmes beszélgetés alakul ki. És én ennek rettentően örülök egyébként, hogy tudtok egymással erről beszélgetni. Ez van. Mirdin, nem feltétlenül értek veled együtt, Pisti, vegyük például a Facebookot, ott sokszor névvel, címmel, valós adatokkal felvállalva fröcsönnek az emberek. Igen, tudom, az már egy következő szint. Szerintem nem az a lényeg, hogy egy kamu név mögé bújik el valaki, vagy sem, inkább az, hogy az internet nem személyes. Teljesen más lenne, ha valakivel élőben beszélsz, ahogy te is említetted. Ebben is egyetértek veled, Mirdin, teljes mértékig egyetértek veled, hogy van, aki eljut arra a szintre, hogy az a személyisége, ami egyébként a valós személyisége, az sem személyes.
Én például tudjátok, hogy min lepődök meg. Segítsetek már, hogy miért van ez. Mert ez tök fura. Tehát, hogy így annyi ember súlykolja azt, hogy már mint a közönségből, annyi ember próbál súlykolni YouTube-on is azt, hogy értsen meg, vagy Jani értse meg, vagy mi értsük meg, hogy az ő véleménye mennyire fontos, és az alapján ítéltetünk mi meg, hogy neki mi a véleménye. Hiszen amit mi csinálunk, az mind a vélemény alakítja, és igenis vegyem komolyan azt, amit ő gondol, vagy ő mond. Miért nem fontos a kommentelőnek, hogy én mit gondolok róla? Ezt soha nem értettem meg. Hogy miért jó az valakinek, hogy beír valamit, amire tudja, mert néz mondjuk egy-két éve és ismer engem, a tudja, hogy azt írja, én azt fogom gondolni róla, hogy egy fasz. És örökre azt fogom gondolni, hogy egy fasz. Ez miért nem számít amúgy neki? Ha nekem kell számítson az, hogy én az ő szemében milyen vagyok, akkor az ő szemében, érted, mit mondok? Tehát ha nekem véresen komolyan kell venni azt, hogy ő szerinte én egy fasz vagyok, akkor őt miért nem érdekli, hogy én azt gondolom róla? Nem tudom, ez sokszor gondolkodom ezen. Mert azt hiszi, hogy én szolgáltatok neki, mint a fizetett volna érte. De Gordon, van, amikor ez a helyzet. Tehát van, aki például, mit tudom én, érted, támogat, stb., és megvan ez. De nem értem meg azt. Tehát én például, hogyha mit tudom én, találkoznék valakivel, akivel mondjuk nagyon szeretnék találkozni, vagy akit nézek, biztos számítana nekem az, hogy amikor mondok neki valamit, arra odafigyeljen, és ne azt gondolja rólam, hogy én vagyok az 5000. troll ma, és le se szarnak. Tehát, hogy érted, így nem tudom, valahogy olyan fura ez nekem. Nem, tudom, igazad van, Zakariás, neked is egyébként. Bábli kislány, lehet neked van igazad. Nem tudom, néha ezen gondolkodom. És Mirdin, ez most arról jött fel, amit mondasz pont. Hogy aki már úgymond a saját nevét, a profilképét, az egész személyét adja annak, hogy mondjuk trollkodjon, hogy neki miért nem számít az, hogy én mit gondolok róla. Azt hittem, ez fontosabb. Sokszor ezért nem értem a negatív kommentelőket, akik tényleg negatívak, nem építő jellegű negatívak, de ez van. Vörmgát, hogy számít, amit csináltok, alapvetően reggel, amikor bejövök dolgozni, feldob, hogy lesz happy hour. Este, amikor hullafáradtam, beásom az ágyba, és benyom a YouTube-ot, akkor feldob, hogy van videó tőletek. Ha nincs, akkor mindig csak pótcselekvésként nézek más tartalomgyártókat. Ha épp streamet nem tudom nézni, akkor is bekapcsolom és hallgatom, mert megnyugtat. Akár a téma, akár a sok poén, hát ezek vagytok ti, egy életérzés, amit magadba lehet szívni. Örülök egyébként, Vörmgát, hogy így gondolod. Én is fontosnak tartom egyébként azt, hogy meglegyen ez a fajta kapcsolat. De ezt írta, hogy izé van valami olyasmi, hogy netikett. Amúgy az OBS csinált valamit, nem tudom, mi a faszom volt, de mindegy, megőrült. Amúgy net volt. Szóval, ott tartottam, hogy ezt írt, hogy izé van valami olyasmi, hogy netikett. Én nem tudtam, hogy van olyan netikett. Már lehet, csak én vagyok ennyire konzervatív, és próbálok írásos formában is kevésbé paraszt lenni. Valamiben jobban, de azt hagyjuk. Ha van olyan, aki megindokolja, hogy miért rossz valami, akkor arról lehet beszélni. De a kurványára nem nagyon lehet mit mondani, csak van aztán kb. Ennyi. Ez igaz. A nép egy része nincs felkészülve a net szkeppéjén való életvitelre. Ezt persze önnön is lehet tanulni, de ahhoz lusták az emberek, mint a normális viselkedéshez. Igen, de ezt ebben igazad van. Az, hogy nincsenek szocializálódva nagyon sokan Magyarországon, most csak azért Magyarországról beszélek, mert itt látom, hogy mi történik, az internetes élethez, az bizony az, hogy abban a pillanatban, ahogy szabályozás kerül valamire, már egyből jön a flame. Ez hihetetlen. Tehát ezt látom, hogy nagyon sok mindenki számára, aki például ide téved a lila YouTube-ra, sose fogom így hívni többet, és mondjuk van szabály, tehát az orrára koppintanak, ha fasz, akkor kész, egyszerűen megkattan, nem hiszi el, nem tudja, hogy mi történik, atya úristen, elkezd írni, hogy úristen, milyen a szabályozás, mi történik itt, atya ég, és akkor ez így... Végleg eltűnik, mert megkapja az önállított bant, amivel gyakorlatilag ugye a sötétségbe taszítják, és
Nem tud mit kezdeni vele. Ez is látszik, hogy mennyire nem felkészültek az emberek az internetes viselkedésre. Ez van. De ez egyébként nem csak nálunk van így. Mindenhol. Nézzetek meg például ilyen népszerű Facebook oldalak alatt, mik történnek. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Kedvosz! Mert nálunk az ingyen kapott tartalom átment elvárásba, követelőzésbe, Ergő leszarja ki, mit gondol, csak azt akarja, ami neki jó. Kedvosz! Valószínűleg tartom egyébként, hogy nagyon igazad van, és próbálok hinni abba, hogy nem igaz, amit mondasz. Pedig de. Ez van. Doktor professzor, szevasz! Köszi szépen, előre is elnézést a deep témáért, mert pont a téma megosztó jellege okán írtam, hogy nem biztos, hogy hát téma. Tudom, én meg azért választottam. A fórum egy csodálatos hely, ahol ezeket a dolgokat zseniális egyszerűséggel és nagy békében meg lehet vitatni. Köszi bassza meg, hogy vagytok. Doktor professzor, pont említettem én is, hogy mennyire örülök annak, hogy a fórumon meg tudjátok beszélni az ilyen dolgokat. Én azért hoztam fel ezt a témát, mert fontos. Mert fontos. Haribó, köszönjük szépen a támogatást. Haribó, ez most egy új dolog, ami most történik, amit most csinálsz, pont. Vártam már, hogy bekövetkezzem, és még eddig senki nem csinálta, Haribó, most igen. Úgyhogy ez most egy olyan dolog, amire oda kell majd figyeljünk mostantól. Köszi a plusz munkát. De mostantól akkor ebből a rendszer lesz. Régóta szerettem volna, hogyha valaki ilyet csináljon. Úgyhogy ez a rendszer mostantól működik. Haribó, köszönjük szépen az 5 dodos támogatást. Ezt a modoknak küldöm, volt egy pillanatnyi erről, és már ugrottak is nyugtatni a népet. Szubolni és egyebek, szeretünk titeket is, nem csak a srácokat. Haribó, átadjuk a cuccot, és ez a rendszer mostantól működik. Csak szóljatok. Köszönjük szépen. Zuzzancs, szerintem az is egy nagy ok, de ez csak az én véleményem, hogy a mostani fiatalok, gondolok itt a 10-20 év közötti fiatalokra, már beleesnek ebbe a netes világba, hozzájuk válják az okostelót, a tabot, és nem tudnak nem tud kialakulni bennük azt, hogy itt a neten hogyan kell viselkedni, csak látják a rossz példát és követik. És pont ezért kell több ilyen csatorna, mint a tiétek, aki foglalkozik az ilyen témákkal és nézőkkel. Kösz, Zuzzancs, amúgy hasonlóan gondolkodunk. Mirdin, visszatérve a felvetésedre, Pisti, nem arra tudok gondolni, hogy valaki azért trollkodik, vagy szól be neked valami nagyon negatívat, mert valamilyen hatást akar elérni nálad. Például őt szórakoztatja, te rage-elsz, és szép cifránk áramkodsz, és tudja, hogy ha beszól X-et, akkor már 20-szorra öl meg ugyanaz a boss, akkor kiváltja ezt a reakciót. Persze lehet, hogy nincs igazam, de én erre tudok gondolni, hogy direkt el akar valamit érni. Igen, valószínűleg ez van. Pixel, láttam a Daily Fact-et, és fel fogom olvasni, csak nagyon benne voltam a témában, bocsász, de már alig várom, hogy visszadörgessek. Midlefty, igen. Ha akarjátok, ajánlhattok donétet a modoknak. Igen. Jól érted. Jól érted a dolgot. Ezt akartam mondani ezzel, igen. Csak Haribo előtt még eddig senki nem csinált ilyet. Bubbly kislány, én is örülök egyébként ennek, és én is ezért szeretem ezt a helyet annyira. Örülök, hogy neked is tetszik. Daily Fact! Befejeztem. Pixel, Daily Fact! Nem Fact, Fact. Miért zöld az Xbox logója? Na! Mert ez volt az egyetlen színű toll, ami a tervező Horace Luke rendelkezésére állt, miután minden tollát ellopták. Na ne bassz! Legalábbis Seamus Blackie szerint. Nyilvánvalóan a zöldet senki nem akarta. A Microsoft demói mindig élőben zajlanak, de van vészterv, ha valami rosszul sül el. Akkor a háttérben egy ember ugyanabban az ütemben játszik, és átváltanak rá. Ha azzal is baj van, akkor egy előre felvett videó, ami átveszi a tartalék ember helyét. Wow, ezt se tudtam. De ezt nem tudtam, hogy a zöld színe miatt lett. Na hát ez valami kibaszott kemény. Beszarok. Bár azért láttuk, hogy volt már, hogy ez a vészterv megcsusszant. Egy pötit. Epic. Nem tudtam, Pixel. Nem tudtam. Köszi. Szóval Pixel nem nyomta el. Láttam, hogy írtál Daily Fact-et, csak nagyon benne voltam. Ja, nem akartam megszakítani vele. Bocsi. De láttam.
Porfogó! Sziasztok, nem igazán a deep téma vág, de pár percre eszülte az agyam. Jesus Christ, ez a kép. Ez a bévás nagyon megfogott téged, porfogó. Köszi a rövidebb linket is. Igen, Rakesh Zuzanch, miért én fixál? Porfogó, megint? Sokat látom, hogy vannak páran, akik kb. Direkt a Benhamerre játszanak. Itt a kiváltó ok talán a féltékenység. Mivel vannak páran, akik többet itt vannak, és nagyobb figyelmet kapnak tőletek. Először Donate-en valamiért kimaradt. Már megint nem vagyok elég gyors. De köszi, porfogó. Mit lefti? Akkor tessék a modoknak, főleg Bobinak, mert mi mindig rögök a jelenetem. Kösz, haver. Kösz szépen a támogatást. Ende hun! The end of year forever. Kösz szépen az 5 hónapot, haver. Köszi szépen. Na! Akkor már ennyit. Mi lesz most délután, Jani? Ebből nehéz egyébként egy viszonylag tényszerű feltárást a közönség elé tolni. Hogy látod? Szerintem... lesz. Jó. Akkor ma délután folytatjuk a Get Event. Még nem tudtuk... nem tudtuk feltétlenül... hogy lesz-e ma, vagy nem lesz. De lesz. Úgyhogy ma folytatjuk a Get Event. Oké? Okay? Délután 2-től. Megnézzük. Nem tudom, hogy végig tudunk-e menni rajta. Szerintem nem. Mert valami 9 órás a játék. De meglátjuk. Dressz, mi ez a csír? Bár egy picit? Ha, nem is rossz ötlet. Csillat is, 2-kor Tali, köszi. Milyen interjú, Dressz? Ezt még meggondolom egyébként, amit írsz. Egy pillanat és húzok a vérbe, bocsánat. Örülök, hogy tetszett Zuzzancs az Everspace. Mikor lesz full Everspace stream? Hát ha szeretnétek, akkor lesz. De mondom, most Get Evenezni fogunk. Szóval Dressz, milyen interjú? Dressz egyébként azt dobta fel, hogy lehet, hogy kellene modling. Nem tudom, hogy ott lehet-e csinálni, de szerintem lehet. Ezt valahogy meg kéne beszélni. Ó, Dressz, értem! Akkor hajrá, haver! Hajrá! Ezt még meggondoljuk. Ezt még meggondoljuk. Ezt még meggondoljuk. Jó. Jó. Köszi az ötletet, haver. Köszi az ötletet. Na, srácok, 2-kor találkozunk. Remélem, tetszett a mai happy hour is. Köszi, hogy itt voltatok ma reggel, és akkor délután folytatjuk a Get Event, azt a megcsafaradott, megbaszott sztorit. Nagyon kíváncsi vagyok már, hogy mi lesz belőle. Jutunk benne, ameddig jutunk. Legyen szép napotok! Délután találkozunk. Szevasztok!